Köszöntöm kedves nézőinket, sportmagazinunkat látják. A következő fél órában lesz kosárlabda, női terem, illetve férfi műfives nagypályás foci, jéghoki, twirlingóbi és regionális úszóbajnokság. Érdemes lesz velünk maradni. A PMFC U19-es csapatának győzelmét hozta az első Csofém Diana Esse női teremlabdarúgó torna. A hagyományteremtő céllal meghirdetett bajnokságra Dombóvárról is érkezett egy csapat. A magyar női futball közel 50 éves történetében sokáig kiemelt szerepet játszottak a téli teremtornák. A korábbi hagyományok újraélesztése volt az egyik célja az MLS női szakágának, amikor tavaly kiírta a női NB1-es teremlabdarúgó kupát. És akárcsak a nagyok, Pécsett is meghirdették a női csapatok első teremtornáját. A kupán összesen 12 mérkőzést játszottak a csapatok. A mezőnyből kiemelkedett a PMFC U19-es gárdája. Már nagyon régóta együtt játszunk, úgy lett megkérdezve, hogy ki ér rá ezen a hétvégén, és akkor az úgy lett kiválogatva, hogy ki jött erre a tornára. Nálam az édesapám is focizik, az a két öcsém is focizik, szóval kiskorom óta nálunk a foci az ilyen berögzött dolog. Most nemrég kezdődött el nálunk az alapozás, felkészülés. Hétfőtől csütörtökig edzünk, most ezen a múlt héten hétfőtől csütörtökig edzés volt, és pénteken szünnap, tegnap is teremfoci volt, ma is teremfoci van, és a héten is hétfőtől csütörtökig edzünk. Szóval keményen, erősítéssel, futással, mindennel. A tornára nem csak Pécsről érkeztek csapatok. A Dombóvári Focisuli Egyesületben a fiú utánpótlás csapatok mellett fontos a női szakág jelenléte is. Meghívást a Pécsi Egyesülettől kaptuk. Mi elsőnek veszünk részt ezen. Igazából, amit el tudok mondani, eddig nagyon színvonalas és normális körülmények között van. A szervezés nagyon jó, úgyhogy ha legközelebb is lesz, akkor biztos jövünk újra. Mi a Dombári Focisuli Egyesület vagyunk. A női osztag rész, úgymond, mi úgy hívjuk. Jelenleg pontosan nem tudom hány éve működik, mert én most kerültem ide. Én most átvettem a hölgycsapatot. Hát mi női futsal bajnokságban játszunk Tolna megyébe. Most jelenleg felsőházasok vagyunk megyei szinten. A továbbiakat meg igazából majd mi meglátjuk, hogyha elméletileg jól állunk, most második helyen állunk felső osztályban, hogyha sikerül, akkor továbbra is tovább jutunk országosra. Egyre jobb szerintem. Hát, színvonalban most már fejlődnek ők is a urakhoz, hát a futszába az biztos, a teremfoci bajnokságban még egyelőre nem tudom, mert azon mi nagyon nem vettünk még részt. Ez igazából, ha úgy veszük, ez az első, amin részt teszünk. Az első Csofém Diana Esse női teremlabdarúgó torna hiánypótló, hiszen a közelmúltban indult el országos szinten is a női teremtornák szervezése. Nagyon nagy tapasztalat és ismeret nincs, ez számomra új terület és szűz terület, hogy ebbe az irányba próbáltunk most új kapukat nyitni. Pécset úgy tudom, hogy egész ügyesek. Most látom az U19-et, és nagyon-nagyon ügyesek a PMSZ és U19-esek. Meglepően ügyesek. Két leányzó, aki lejárt a terembajnokságra, az ő kezdeményezésére volt, hogy kezdjük el ezt az egész vonalat. Úgyhogy egyik pozitív tapasztalatok vannak, és én úgy gondolom, hogy lesz folytatása. Mi kerestünk meg, Baranyán kívül is legalább 20 különböző csapatvezetőnek elküldtünk e-maileket, illetve személyes kapcsolatok útján a pécsi csapatokat megkerestük, és úgy lehetett jelentkezni. Az első Csofém Diana Esse női teremtornát a PMFC U19-es csapata nyerte, második helyen a Dombóvári Focisuli Egyesület, harmadik helyen pedig a Veteránok gárdája végzett. A Dél-Dunántúli Postás Esse női labdarúgói pedig a negyedik helyen zárták a tornát. A legjobb játékos a PMFC U19-es csapatából Laskovics Eszter lett. 42. alkalommal rendezték meg az ANK úszodában a Delfin Kupa úszóversenyt. A 6-tól 13 éves korosztály részére szervezett versenyen 14 egyesület közel 200 versenyzője állt rajtkőre a hétvégén. Nem szokványos, hogy 25 méteres versenyszámokban mérik össze tudásukat egy úszóversenyen a sportolók. Ezek a távok a Delfin Kupán azt a célt szolgálják, hogy egy 6-7 éves gyerek amennyire lehet, szép technikával ússza le az adott egy-egy hozt. 10 éves kortól már 50 méteres távokon folyik a verseny. Illangó, hát, mell, gyors. És jól sikerült. A pillangóba lettem harmadik, a gyorsba harmadik, mellbe meg második.
Az edzők leginkább azt figyelik a Delfin kupán, hogy ki milyen szépen úszik. Az idei megmérettetésre 14 egyesület, közel 200 versenyzőjét nevezték az edzők. 9 fővel érkeztünk, a színvonalát én nagyon élvezem, nagyon jó volt a tavalyi világbajnokság is, de hát ez az ANK Delfin kupa, ezt mindenképp el kell sütnöm, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon szeretünk ide járni, rendszeresen szoktunk jönni, és igazából azért szeretem ezt a versenyt, mert a kisgyerekeknek ad lehetőséget arra, hogy összemérjék az erejüket. Ennek ellenére azért a környék egyesületei összegyűlnek, így elég jó a színvonal is. Próbáljuk népszerűsíteni minél inkább. Mondhatom, hogy népszerű, mert mi is egy 4-pályás 25-ös medencével rendelkezünk sajnos, de ezt a 4 pályát ezt maximálisan kihasználjuk. Körülbelül 80 gyerek úszik nálunk, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Igazából nagyon jó eredmények születtek, rengeteg érmet szereztünk, úgyhogy abszolút elégedett lehetnek a gyerekekkel. Jól úsztak, ügyesek voltak, jól éreztük magunkat. Most csak a kicsiket hoztuk, a nagyok inkább majd egy 2 hét múlva lévő kaposvári versenyre fognak elmenni. A Delfin kupával a szervezők célja, hogy a legkisebb korosztály felé nyissanak, népszerűsítsék az úszósportot. Vannak olyan gyerekek, akiknek ez a rendezvény jelenti az első úszóversenyélményt. A szervezők továbbá igyekeznek olyan hangulatot teremteni, hogy minden gyerek, szülő jó érzéssel menjen haza, és a következő fordulóra is szívesen jöjjön. Kiküldtük az egyesületeknek a meghívást, tehát nagy részt azért a régióból jönnek, közelből 14 egyesület vett részt most ezen a megmérettetésen. Lényegében a Delfin kupa az mindig is egy családias verseny volt, a legkisebb korosztályt szólítjuk meg ezzel, akik még ismerkednek még csak az úszósporttal, meghozza a kedvüket a versenyzéshez, erről szól az egész. Hála Istennek az úszás az a sport, ahova mindenképpen eljutnak a gyerekek. Onnantól pedig már a mi feladatunk, hogy itt tartsuk vagy az úszásnál, vagy akár a vízilabdánál, valamilyen vízi sportágnál, de elmondhatom, hogy Pécsen nagyon jó szakemberek vannak, és azon igyekszünk most, hogy ezt így összefogjuk. A versenyen a legtöbb érmet a házigazda PSN ZRT úszószakosztály versenyzői nyerték, szorosan mögöttük pedig a kaposvári sportiskola végzett. A hangulat legjavát az izgalmas váltók és a méltán híres csillagszóró verseny adja. A csillagszóróba a versenyen gyorsúszásban a 8 legjobb időt elért versenyző kerül be. 25 métert úsznak, ahol az utolsó mindig kiesik a versenyből. A 2 döntős pedig 50 métert úszik a végén a csillagszóró kupáért. A csillagszóró fiú győztese Pónya Botond, a lányoké pedig Hild Zsanett lett. Mindketten a PSN ZRT sportolói. Véget értek az 5. Csofém téli nagypályás műfüves bajnokság csoportmérkőzései, hétvégén a helyosztókkal folytatódott a bajnokság. A havazás miatt azonban a tervezetnél kevesebb mérkőzést tudtak megrendezni a szombati játéknapon. Az MLS Baranya megyei igazgatósága idén 6 helyszínen, Szentlőrincen, Mohácson, Kozármislenyben, valamint Pécsett a PVSK, a PMFC és a Kovács telepi pályán rekordszámú 56 csapat részvételével szervezte meg az 5. Csofém téli nagypályás műfüves bajnokságot. A helyosztókat február 3-án és 4-én rendezték 5 helyszínen. A PVSK Peac összecsapást szombaton szakadó hóesésben játszották a csapatok, de a tervezetnél kevesebb mérkőzést tudtak megrendezni a szombati játéknapon. A nagy mennyiségű hó miatt a mohácsi forduló elmaradt, illetve volt olyan mérkőzés, amit pénteken játszottak, és Pécsett Kovács telepen sem tartották meg a Pellért hidas meccset. Néhány mérkőzést azért lejátszottak, itt többek között a PVSK Peacot is, melyen Fazakas András együttese 4-0-ra győzött. A felkészülésünket mindenképpen segíti. Hát minden mérkőzést próbálunk komolyan venni, de nyilvánvaló azért felkészülés, próbajátékosok játszanak, illetve hát az időjárás is néha közbeszól, de komolyan veszük, szeretnénk megnyerni ezt az idei bajnokságot. Új igazolás egy, a PMFC U19-ből Fáj Dániel érkezik. Inkább az az erősítés, hogy néhány sérültünk fölépül. Én úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak a játékos, illetve a tudás alapján az első 5-be a helye. Sajnos a 9. helyen fordultunk, ezt szeretnénk realizálni pontokba és helyezésbe is a tavaszi szezonba.
A PVSK U19-es és felnőtt vegyes csapat talált ki a PEAC elleni helyosztón. Ezek a mérkőzések azért is jók, mert az új igazolásokat is tudják tesztelni az edzők. Így a PEAC-nál a PMFC U19-től érkezett Fáj Dánielt, míg a PVSK-ban Oberlander Mátét, aki Ausztriából érkezett, valamint Právics Dominikot, akit a Szeder Kényesétől igazolta a PVSK. A mai mérkőzés az igazából egy ilyen vegyes csapattal jöttünk a PVSK U19-es, meg a felnőtt csapatból egy pár emberek kiegészül, mi a hónap is edzőmeccset játszunk. Igazából arra volt ez jó, hogy lássuk azt, hogy a fiatalok közül ki lehet igazából számítani, és én úgy gondolom, hogy helyek közel, ilyen körülmények között nagyon jól teljesítettek a fiatal gyerekek. Nem is ővelük volt igazából ez a probléma, hanem sajnos akik az első csapatban játszanak, ott éreztem egy kis hiányosságot. Ami konkrét, Oberlander Mátért leigazoltuk, Ausztriába játszott, Právics Dominikot leigazoltuk Szederkényből, és folyamatban vannak még játékosok, azokról még nem tudok sajnos mondani semmit. Igazából, ahogy már mondtam, nagyon sok ember mindig kérdezi, hogy mi a cél. Tavaly a védekezésünk az úgy nagyjából rendben volt, most itt a felkészülő során, tehát olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik az előrefelé játékba tudnak majd segíteni. Tehát az azt jelenti, hogy több gólt szeretnénk rúgni, tehát a támadó játékot szeretnénk erőltetni, meglátjuk, mi jön ki belőle. A szombati játéknapon a hosszú hetény rúgta a legtöbb gólt, 6-szor talált be a nagykozár ellen. További eredmények: Vémént Palota Bozsok 2-2, büntetőkkel 2-0, Nagykozár hosszú hetény 3-6, és Újpetre Kővágó Szőlős 2-4. Negyedszer találkozott tétmérkőzésen a női élvonalbeli kosárlabda bajnokság két bajnoki címre is jó eséllyel pályázó csapata, a Szekszárd és a Győr. Az eddigi egy Győrben lejátszott bajnoki meccsen és az oda-vissza alapon lejátszott két Európa kupa selejtezőn is szekszárdi győzelem született. És most is. Emlékezetes újabb nagy csatát hozott az idén immáron negyedik KSC Szekszárd CMB Kargó Győr magyar női kosárlabda bajnoki csúcsmérkőzés. A kiegyenlített első negyed után a Győr sebességváltása és magyar pályán ritkán látható agresszív egész pályás, a falt határig elmenő csapdázó letámadó védekezése bizony meglepte, egész pontosan a második negyedtől 10-12 percen át szétszette a Szekszárd játékát, amire sokáig nem volt válasz a hazai csapatnak. Rosszul reagáltunk Győr letámadás ellen, előttünk labdák, utána Győr még ezzel kapott önbizalom, konfidencia, és még keményebb ment faul határon, amit mi újra rosszul reagáltunk, kicsit kidobtak minket támadó ritmusból, és ebből lett ez, hogy ők kezdenek kontrollálni meccset. Már-már úgy tűnt, hogy az ellenfélhez viszonyítva kevésbé pihent, hétközben Törökországban meccselő Szekszárd elszenvedi idei első vereségét a bajnokságban. De sokatszor láthattuk a lányoktól a harmadik negyed közepétől elkezdődő egyéni megújulásokat és másra a magyar mezőnyben nem jellemző csapatként való feltámadást, amivel ki tudja már hányadszor fordították meg a javukra az éppen fontos meccset. Most is ez történt. Nekem nagyon fontos ez a nyerő mentalitás, amit van csapatban. És másik, ha ebben a csarnokban tényleg már nehéz minket megverni, legjobban mutatja talán ez a Hata elleni pár harc, mert ez a csapat jobb nálunk 30 pont, és itt játszottunk egy egál meccs, majdnem megvertünk őket. Azt jelenti, majdnem megvertünk csapat, aki 30 ponttal erősebb nálunk. És ez azért van, mert tényleg van olyan szurkolótáborunk, olyan már hangulat csarnokban, hogy szurkolók is nem engednek nekünk, hogy feladjunk. Az extrát, az egyéni pluszt, mert az is kellett a fordításhoz, az amerikai 17 pontig jutó Erika McCall hozta, aki a legkritikusabb pillanatokban volt képes a palánkhoz közelről és távolról is, például egy triplával pontokat szerezni. Büszke lehet arra, hogy az ön nagyszerű kosarával zárkózott a Győrhöz a szekszárdi csapat. Persze a végső sikerhez mindenkitől kellett legalább egy valami plusz pozitív cselekedet a hajrában. Gereben Lívia az addigi gyenge produkció után labdás szerzett, gólpasszt adott és fontos duplát helyezett el az ellenfél gyűrűjében. Szinte egy család vagyunk, és a legmélyebb pontokból is egymást túl tudjuk lendíteni a holtponton. Ez most egy ilyen mérkőzés volt, fáradtak voltunk, de úgy gondolom, hogy eléggé akartuk ezt a győzelmet ahhoz, hogy mindenki úgymond jelképesen a vérét adja a pályán. A magyar női válogatott EB selejtezői miatt szünet lesz a hó végéig a magyar női kosárlabda bajnokságban.
Szekszárdról 5 játékos, Tuder Ágnes, Gereben Lívia, Monsoré Manti, Teodorán Alexandra és Bálint Réka kapott meghívót a bővebb keretbe. A szekszárdiak után nézzük, mint játszottak a pécsi lányok, illetve fiúk. A baronyai csapatok nem jártak sikerrel. A Peac Pécs a Zetétől kapott ki hazai pályán, a PVSK Veolia pedig a Jászberény otthonában botlott. Kezdjük összefoglalónkat a lányokkal. A Peac Pécs a Zete NKK-t fogadta. Az első kétnegyedben még vezetett a pécsi csapat Imobio és Rashid Rita vezérletével. Aztán a második félidőben felzárkóztak a zalaiak és az addig remekül játszó pécsi centerre. 1 perc alatt 2 személyi hibát fújtak, így már a 4 foltnál járó Imobiót kénytelen volt pihentetni Gabriel Carrasco vezetőedző. Aztán az utolsó játékrészben, 38. percben hiába volt csak 1 pont a különbség, a végjátékban a vendégek bizonyultak jobbnak, és 88-79-re nyerték a találkozót. Úgy érzem, hogy egészen jó meccsen volt az első fél időben, de rögtön a nagyszünet után az ellenem korán ítélt 2 személyi hiba után, amelyek közül főleg a második volt véleményes, le kellett ülnem a kispadra, és ez kizökkentett a játékból. De ez benne van a sportban, nem szeretném erre fogni a vereséget. Ma sajnos az egész csapat nem úgy mozgott, ahogy kellett volna, és ahogy szokott. Nem tudtunk elég keményen menni a lepattanókért, és szerintem végül ez döntött. Gabriel Carrasco elmondta még, hogy a védekezésre és a lepattanó szerzésekre alapuló játékuk nem tudott érvényesülni ezen a mérkőzésen a rossz ritmus és pozícióvesztések miatt. A fiúk részéről az első negyedben ment el a meccs, ugyanis ebben a játékrészben a Jászberény 13 pontos előnyre tudott szert tenni. Utána nagyjából kiegyenlített játékot láthatott a közönség, de ez pécsi részről nem volt elég. A végén 9 ponttal volt jobb a hazai csapat, 81-72-re verték a PVSK Veolia csapatát a jászságiak. A kudarc okát ezen a találkozón is ugyanabban látta Csirke Ferenc vezetőedző, mint az előző fordulóban az atomerőmű ellen. Mondhatom azt is, hogy a cserék nem tettek hozzá semmit, csak nálunk soha nem erről szólnak a dolgok. Ugyanúgy cseréltem, mint az eddigi összes mérkőzésen, nem szoktuk 5 emberrel végigjátszani a mérkőzést, de megint oda tudok kilyukadni, ahol múlt héten, hogy azért sok embernek meg kéne, tisztában kéne lenni azzal, hogyha pályára lép, akkor mekkora felelőssége van. Tehát itt most beszéltünk arról, hogy mindig csak a 3-4 topjátékosnak kellő felelőssége legyen, nem. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy végig kéne játszani velük a meccset, és akkor csak rajta van a felelősség, de mondom még egyszer, elég nagy hátrányt szedtünk össze, onnan sikerült visszajönni, úgy érzem, már az első fél időben is egyszer közel voltunk, de pont ma kudarcot vallott a támadásunk, a kinti dobásaink, amire eddig mindig tudtunk támaszkodni, és hozzáteszem, hogy azért elég sok üres helyzetünk is volt, ugye idegenben nem könnyű jól dobni, de hát a Jászberény miatt nem tudtunk nyerni, tehát azért a Jászberény egy jó csapat, rán tudott erőltetni egy-két dolgot, de igazából olyan nagy problémánk, talán azt mondom, megint az 1-1 védekezés. A PVSK Veolia még egy mérkőzést játszik a bajnokságban, aztán készülhet a Magyar Kupa 8-as döntőre, ami után pedig március elején folytatódik majd a bajnokság. A Peac Pécs pedig február 21-én fogadja itthon a Győrt, aztán pedig a Sopron érkezik mecsek aljára. A Szekszárdi Jégkorong Egyesület 3 csapatot versenyeztet a Magyar Jégkorong Szövetség bajnoki rendszerében. A legfiatalabbak még nincsenek 8, de a legidősebbek sem múltak el 12 évesek. Elsősorban a játék alapelemeinek begyakorlását célozta az a legutóbbi torna, ahol a 10 évesek mérték össze tudásukat. Ez ugyan még nem az NHL, de valószínűleg ezek a srácok is arról álmodnak, hogy egyszer egy nagy csapatban száguldoznak a jégen. De hát 10 évesen miről is álmodjanak. Néhányan közülük hamarosan olyan tornákon is részt vehetnek, ahol a jégkorong szabályai érvényesek és számolják a gólokat. De ez még egy kicsit azért odébb van. Ők egyelőre még csak a játék alapelemeivel ismerkednek, nem is cél még ebben a korban, hogy kemény belemenéseket tanuljanak, sokkal inkább, hogy rutin szerezzenek és élvezzék a játékot. A srácok 2x12 percet töltenek a jégen, és ahogy a nagyoknál is, itt is állandóan cserélődnek a sorok. 1 percnyi játék után lehet menni lihegni. Elsősorban a játék a lényeg ebben a korban is.
Az eredmény bár nem számolják hivatalosan, azért a szülők és a fiúk számon tartják kiütött gólt és ki a jobb csapat. Azt kell tudni, hogy vannak utolsó éves U10-esek, akiket már följátszhatunk nagypályás rendszerre. Ott már jégkorong szabályok működnek. Itt igazából egy a fő szabály ezen az U8-as, U10-es tornán, hogy gyerek jól érezze magát. Az az első számú szabály. Utána vannak gólok, természetesen örülünk a gólnak, akkor is, hogyha kikapunk, szórakozunk. Látszik, kiemelkedik egy-két gyerek, aki már az U12-ben nagypályára följátszik, ott már gondolkodás van, szabályok vannak, tehát teljesen megváltozik a jégen a gyereknek a gondolkodás módja. A torna minden csapat négyszer lépheti égre. A gyerekek és a szülők is lassanként belemelegszenek, a hideg csarnok ellenére időnként felfordosodik a hangulat, elsősorban a csemetéjükért aggódó szülők jóvoltából. Az elmúlt esztendők munkája Szekszárdon is meghozta a gyümölcsét. Amikor elindult a gyerekekkel való foglalkozás, az volt a cél, hogy csúszkáljanak a srácok. Mára közel 60 gyerek ölti magára rendszeresen a szekszárdi csapat mezét. Nagyon sokat utaznak a gyerekeink, már olyan gyerekünk is van, aki közel 7000 kilométernél tart. Rengeteget buszozunk, és inkább a cimbizés megy, és pontosan ez a szándékunk velük, hogy ne elsődleges dolog a számítógép legyen. Noha az is kell, de legyünk barátok és cimbők. Már mielőtt ide beiratkoztam, már előtte is nagyon jól tudtam korizni, és akkor gondoltam, hogy így a tudásomat tudom fejleszteni. Apukám mondta, hogy menjünk el, aztán nem akartam, és utána úgy, már több év múlva mondta, és utána eljöttem. Csak úgy. És most? Most jól érzem magam a jégkorongban. Az utánpótlás tekintetében nincs probléma, a sportág egyre népszerűbb. Nagyon jó az idei évben a korisuli, látszólag sok gyerek fog jönni a jégkorong berkeibe, úgyhogy erősödünk és ennek örülünk. Kaptunk egy új mentoredzőt, és hát elég jó véleményekkel van a szekszári jégkorongos életről, és megcélozta, amennyiben lehetősége és módja van, mindent belegyúr, hogy előbb-utóbb hozzájussunk egy jégkorong csarnokhoz. A meccset nézve a Grut foci hasonlattal élve az eredménynél a sok kevés elvét jobb elfogadni. De az élvezet, a játék öröme, na meg a csapat szellem így is megvan. Mintegy 70 résztvevővel zajlott a Twirling országos bajnokság első fordulója Pakson, köztük mintegy 25 helyi sportolóval. Weiss Kitty és Kleinthal Kitty címvédésre készülnek, és esélyesek a nemzetközi Európa kupán való részvételen is. A Magyar Twirling Szövetség, a Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sportegyesület közösen rendezte meg a Magyar Twirling Bajnokság első fordulóját Pakson az ESZI sportcsarnokban. A megmérettetésre érkeztek az ország számos pontjáról. A versenyzők 11 kategóriában és korcsoportban mutatkoztak be. Ez az első versenye a naptári évünknek, általában ezen a versenyen vagyunk mindig a legkevesebben, 70-en vagyunk jelenleg a versenyen, és hát várok mindenképpen bajnoki cím megvédését, Weiss Kittitől és Kleitár Kittitől mindenképpen, hogyha a nagyobbakat említem, de természetesen a kisebbektől is. Vannak most új kezdő versenyzőink, akik most próbálhatják ki magukat először, és hát bízunk benne, hogy a két nagyobb lány, a két Kitty, akiket már említettem, ők nyáron a Dublini Európa kupán is részt fognak tudni venni. A paksi gyerekek két sportegyesülethez tartoznak, az egyik sportegyesület ez az SZIDS sportegyesülete, a másik pedig a Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sportegyesület tagjai. A két egyesületben összesen 70 versenyzővel dolgozunk, vagy 70 kisgyerekkel. Ebből vannak óvodások és vannak általános iskola, alsó tagozat, felső tagozat és középiskolás diákjaink is, tehát tulajdonképpen 5 éves kortól egészen 20 éves korig foglalkozunk gyerekekkel. Kötelező versenyszámokkal kezdünk. A kötelező versenyszámokon belül a gyerekek bemutatják először az elemeket, aztán a kötelező gimnasztika gyakorlatukat, majd a szóló gyakorlatukat. Ezt követik a for fun produkciók, majd a freestyle produkciók. Ezek már mind régi versenyszámaink, illetve van egy új verseny kategória,
kategóriánk, amelyet úgy hívunk, hogy ritmikus twirling. Tavalyi évben ilyen kipróbálás szintjén indítottuk el, nagyon tetszett az edzőknek, a versenyzőknek, és ezért az idei évtől már a versenyszabályzatba vett hivatalos körülmények között indul ez az új kategória is. 3 országos versenyt rendezünk minden naptári évben, és ebből most az első került megrendezésre. A következő márciusban lesz Maglódon, majd a 3. április végén szintén itt Pakson kerül megrendezésre, és hát a 3 versenyből egy abszolút győztest fogunk hirdetni minden kategóriában és korcsoportban. Pakson az elmúlt évtizedekben sok fiatalban elhintették a twirling iránti szeretetet, rajongást. Mezősi Ráhel is itt nevelkedett. Ma már Kispesten oktat, 3. éve van csapata is. 7 éves lehettem, amikor először twirling versenyen részt vettem. Egyébként pontosan ebben a sportcsarnokban történt, azt hiszem, hogy 2000-ben. Hát akkor mi azt hiszem, hogy 21-en voltunk, és ilyen középmezőnyben sikerült végeznem, és mint vezetőbíró, mint pedig edző is tevékenykedem. Kispesti lányokat hoztam most ide a versenyre, 9-et. Ők is, hát első versenyük, szinte mindegyiküknek, 2 voltak már tavaly. Ők is nagyon izgatottak, és nagyon élvezték a versenyt. Nyilván itt nagyon fontos a testtechnika a lányoknak, az, hogy kihúzzák magukat, hogy magabiztosan álljanak ki. Ugyanakkor a helyes technikára is odafigyeljenek, mind a bot, mind pedig a testtechnikát figyelembe véve. Egyébként én alapvetően elégedett vagyok, mind a bírók munkájával, mind pedig a versenyzőkkel. Ennyi fért bele mai műsorunkba, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, és ne feledjék a sportot, nem csak nézni, űzni is jó. A viszontlátásra!